A járványhelyzet lecsillapodásával felpezsdült az élet, nem csak a fiatalok körében. A Bonyhádi Gondozási Központ a karantén végének ünnepére egy meglepetés partit szervezett az általuk gondozott időseknek. Az eseményre egy helyi vendéglőben került sor, ahova több mint 80 vendég volt hivatalos. Jó pár évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy legyen meglepetés kirándulásunk. Arról tudni kell, hogy mindent megosztunk az idősekkel, kivéve a helyszínt. Hogy készüljenek, ez nagyon sokáig beszédtéma köztük, tehát nagyon jó mindennapos program, hogy van miről beszélgessenek. Az idei évben a vendéglőbe igyekeztünk megszervezni, figyelve arra, hogy azért a meleget tudomásul kell vegyük, és az idősek nem nagyon bírják, ezért ide a benti helységbe szerveztük meg az egészet. Ez több részből áll, tehát welcome drinkkel fogadjuk az időseket, és arra törekszünk, hogy mindent az ő igényeiknek megfelelően, tehát a régi ízeket fölelevenítve kóstolgassanak. Akkor van a szokásos kérdésünk, ami az idén az, hogy mi hiányzott a legjobban a karantén ideje alatt, és hát elengedhetetlen a zsákba macska. A kollega főzi a krumpligulyást, és az idősebb asszonyok pedig sütik a jó házi lángost. A vezetőség próbál mindig jó programokat szervezni az időseknek. Hát mindenfele járunk, ugye kirándulni, strandokra, meglepi főzéseket csinálunk nekik. Szeretek főzni, így amatőrként is. Most már a második alkalommal, hogy 80 főre főzök, megtiszteltetés. A korlátozások után az időseknek ismét lehetőségük van arra, hogy találkozhassanak egymással a gondozási központ gyakori és változatos programjainak köszönhetően. Nagyon jók az emberek, így ahogy összejövünk beszélgetni, meg szóval kedvesek, nagyon szeretem. A meglepetés partik helyszíne minden alkalommal fejtörést okoz a gondozottaknak, hiába voltak már több különböző helyen, a programok változatossága miatt sosem lehetnek biztosak abban, hogy most éppen hová várják őket. Voltunk már például egy halastónál is, az is nagyon tetszett, azt hittem, hogy valami olyasmi, de ez is nagyon jó, meg itt voltunk abban a másik háznál is egy évben, az is nagyon jó volt. Úgyhogy bárhol összejövünk, ez nagyon tetszik, és jó. Jó a társaság, meg az, hogy én egyedül vagyok, és szeretek idejönni. Az összejövetelen pár fiatalabb rokon is részt vett a nagyszülőkkel együtt. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere is besegített ott, ahol tudott a központ dolgozóinak. Amikor az idősek beléptek az étterem ajtaján, akkor a kollégák megkérdezték tőlük, hogy mi az, ami leginkább hiányzott nekik a karantén alatt, és gyakorlatilag mindnyájan egyformán azt a választották elsőre, hogy a család mellett a társaság volt az, ami legjobban hiányzott nekik a járványnak a legnehezebb időszakában. Ezért is van ez a mai rendezvény is, hiszen minél jobban szeretnék a lányok bepotolni azt a űrt, amit ez a hosszú hónapokkal telt nagyon nehéz időszak jelentett. Kiváló alkalom, a nyár legmelegebb napját találták meg arra, hogy ismét együtt legyenek és jól érezzék magukat, de szerintem sokkal fontosabb az is, amellett, hogy újra egy nagyszerű programot szerveztek az időseknek, hogyha körülnéztek, nem csak az ellátottak, a gondozottak vannak itt a mai programon, hanem nagyon sok kisgyereket is látok, ők az unokák, akik a nyári szünetben a mamához, a szülőkhöz hazajöttek, és ezeket a programokon is részt vesznek. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy lássák azt, hogy vannak olyan idősek, akik kerekesszékben vannak, vannak akik idősebbek, nehezen hallanak, nehezebben mozognak, de ők is ugyanúgy a papához és a mamához hasonlító idős emberek, akikkel lehet kapcsolatokat teremteni. A strandra is, és minden olyan programra, ahol kirándulásokra, ahol tehetik, ilyenkor ők is velük tartanak, szerintem ez is nagyon fontos. A központ dolgozói mindent megtettek, hogy a vendégek jó élményekkel távozhassanak a nap végén.